Lukács evangéliuma. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről úgy, amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilus, hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot. Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás az Abbiá csoportjából, felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előre haladott korúak voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölő áldozatot. Oh.
A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölő áldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá: ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Zakariás így szólt az angyalhoz: miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előre haladott korú. Az angyal pedig így válaszolt: én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek. A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott velük beszélni. Ebből rájöttek, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. E napok után fogant felesége Erzsébet, aztán elrejtőzött 5 hónapra, majd így szólt: ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki:
A Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak. And this is the 6th month with her, who was called barren. For with God, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária. Íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzata méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogyan is lehetséges ez, hogy az én uram anyja jön elén hozzám? Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, újjongva mozdult meg a magzat méhemben. Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Mária pedig ezt mondta, magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten az én megtartóm előtt, mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára. És íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Mária Erzsébettel maradt 3 hónapig, azután visszatért otthonába. Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. Meghallották a szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele. A 8. napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta, nem, hanem János legyen a neve. Mire ezt mondták neki, de hiszen senki sincs a te rokonságodban, akit így hívnának. Ekkor intettek az apjának, hogy minek akarja neveztetni. Ő táblát kért, és ezt írta rá, János a neve. Erre mindenki elcsodálkozott. És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Félelem szállta meg a körülöttük lakókat, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek mindenről. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak, vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. Apja, Zakariás megtelt Szentlélekkel, és így profétált. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva.
hogy megszabadít ellenségeinktől és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék Szent Szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki szentségben és igazságban, ő előtte életünk minden napján. Te pedig, kisgyermek, a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtaníts népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izraelben. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka anyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körül ragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.
és hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Amikor a 8 nap elmúlt és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. Thank you.
Amikor leteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú magzat az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint. Egy pár gerlicét, vagy két galambfiókát. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szemelátára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. אשר הכינות על כל העמים, אור להאיר עיני הגויים. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon. Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, a te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת, והלילה הזה שותה פעמים. שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסובין.
בלילה הזה כולנו מסובין. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו אדוני אלינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי עמנו ובנינו ובני בנינו משובדים היינו לפרעה. Miután pedig elteltek az ünnepnapok és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársaik körében van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és az ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. Három nap múlva találták meg a templomban, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt: miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Itúrea és Trakonitis tartománynak negyedes fejedelme Heródes testvére Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüszániász volt. Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában: készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el. Legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös símává. És meglátja minden halandó az Isten szabadítását. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta: viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik.
A sokaság pedig megkérdezte tőle. Akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik. Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle. Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta. Semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi meg van szabva. Megkérdezték tőle a katonák is. Mi pedig mit tegyünk? Nekik viszont ezt felelte. Senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívében egyre azt fontolgatta Jánosról, hogy vajon nem ő-e a Krisztus, János így válaszolt mindenkinek. Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét, a gabonát csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek. Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szent Lélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Amikor pedig megintette Heródes negyedes fejedelmet a testvére feleségéért, Heródiásért és minden gonosz tettéért, Heródes mindezt még azzal tetézte, hogy börtönbe csukatta Jánost. Jézus mintegy 30 esztendős volt, amikor elkezdte működését. Köztudomás szerint József fia volt, ez pedig Élié, ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé, ez Józsefé, ez Mattatiásé, ez Ámosé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggaié, ez Mahaté, ez Mattatiásé, ez Simeié, ez Jószeké, ez Jódáé, ez Johannáné, ez Résáé, ez Zerubbábelé, ez Sealtielé, ez Nérié, ez Melkié, ez Addié, ez Kószámé, ez Elmadámé, ez Éré, ez Jézusé, ez Eliézeré, ez Jorimé, ez Mattáté, ez Lévié, ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónámé, ez Eljákimé, ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé, ez Isaié, ez Óbédé, ez Boázé, ez Szalmóné, ez Nassoné, ez Aminádábé, ez Adminé, ez Arnié, ez Heszróné, ez Fáreszé, ez Júdáé, ez Jákobé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Náhóré, ez Szerugé, ez Reué, ez Pelegé, ez Héberé, ez Selahé, ez Kénáné, ez Arpaksádé, ez Sémé, ez Noéé, ez Lámeké, ez Metuséláhé, ez Hénoké, ez Járédé, ez Mahalalélé, ez Kénáné, ez Énosé, ez Sété, ez Ádámé, ez pedig az Istené. Jézus szent lélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett.
Ekkor az ördög így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus így válaszolt neki. Megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki. Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez. Jézus így válaszolt neki. Megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd le magadat innen, mert megvan írva. Angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus így válaszolt neki. Megmondatott, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezték, nem de a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta. Bizony mondom néktek, hogy egyetlen proféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom néktek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidonhoz tartozó Sareptába, egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben Elizeus proféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán. Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák. De Jézus átment köztük, és eltávozott.
Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton. Ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott. Ah, mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. I know thee who thou art, the Holy One of God. Jézus azonban ráparancsolt. Némulj el, és menj ki belőle. Erre az ördög odavetette őt közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. Ekkor rémület fogta el minnyájukat, és így szóltak egymáshoz. Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek. És elterjedt a híre mindenütt a környéken. A zsinagógából eltávozva elment Simon házába. Simon anyósát pedig magas láz gyötörte, és szóltak az érdekében Jézusnak. Jézus ekkor fölébe hajolva ráparancsolt a lázra, mire a láz elhagyta az asszonyt. Ő pedig azonnal felkelt és szolgált nekik. Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokban szenvedő betegét. Ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket. Ördögök is kimentek sok emberből, és ezt kiáltozták. Te vagy az Isten fia! De rájuk parancsolt, és nem engedte őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. Napkeltekkor pedig elindult, és kiment egy lakatlan helyre. De a sokaság megkereste őt, oda mentek hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Ő azonban ezt mondta nekik. A többi városban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem. És hirdette az igét Júdea zsinagógáiban.